Idén is megszervezi a gyágyói labdarúgás ünnepét a Jövő FC. Ahogy a korábbi években is, visszatérnek a gyergyói gyepre az egykori B és C ligás játékosok, illetve erdélyi és külföldi vendégeket is várnak. Nemzetközi ifjúsági tornával rajtol a gyergyói foci ünnepe augusztus 11-én szombaton. Az ifik már a reggeli órában megkezdik a mérkőzéseket. Az idén is lesznek külföldi, valamint belföldi vendégei az eseménynek. A szombat délelőtti megnyitó ünnepséget követően az öreg fiúk is felhúzzák a stoplist, a klub vezetősége pedig pályára áll a felnőtt csapattal szemben. Hál' Istennek még vannak olyan öreg fiúk, akik vállalják ezt a gálamérkőzést, úgyhogy érdemes kilátogatni és megnézni, hogy az annó B és C divíziót megjárt öreg fiúk még milyen szinten teljesítenek a focipálya. Egész napon át működő büfé, tombola és jó hangulat várja a gyergyói stadionba látogatókat, ahol két napon át minden a labdarúgásról szól majd. Ukrán győzelemmel ért véget a 12. Székelyföld kerékpáros körverseny első szakasza. A londoni paralimpia bajnoka Jehor Dementjev magabiztosan nyerte a futamot. 190 kilométert tekert a 62 fős mezőny háromszéken, ahol a kastélyetapnak elkeresztelt első szakaszon a Team Novák ukrán kerékpározója már a legelején megszökött a bojtól. Jehor Dementjevet senki nem tudta utolérni, mögötte is csapattársa Andriy Bratashchuk ért célba, így a csíkszeredai kontinentális kerékpárcsapat továbbra is a legjobb a mezőnyben. A csapat menedzsere nem éri be ennyivel, már a következő szakaszra koncentrál. Újabb nap. Átutazunk a hegyek vidékére, és továbbá szeretnénk növelni az előnyünket. Most ki kell elemeznünk, hogy pontosan hány másodpercre állunk, és egy újabb technikával próbáljuk növelni az előnyünket. A tegnapi nap egyetlen hegymenetét a hatod tetőn Pályi Csaba nyerte, ezzel ő viselheti a legjobb hegymenőnek járó ezüst színű mezt. Hogy próbáltam a pontrikóra is rámenni, de ugye a prologon a Krisztor Daniel elég sok pontot szerzett, úgyhogy ez végül nem sikerült. És a hegyre már egész jó tempóba mentünk föl. Hát a többieket igazából sikerült a végén lekerülnem, amivel meglett ugye a egyi trikó. Az összetett versenyben két nap után továbbra is a bukaresti Krisztor Daniel vezet. Előnye mindössze 2 másodperc az ukrán Andriy Bratashchukkal szemben.